Napjaink egyik fontos feladata a környezettudatos gondolkodása és életre való nevelés. Ebből a célból rendeztek szelektív hulladékgyűjtést október 24-én a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. A diákok az otthonukban feleslegessé vált papírral, műanyag palaszkokkal, valamint alumínium italos dobozokkal érkeztek a Rákóciba. A tanulók a háztartásokban keletkező hulladékokat szétválogatták az oktatási intézmény udvarán. Varga Gábor pedagógus televíziónk megkeresésére közölte, hogy 5000 kg papírt, 800 kg pet palackot, és 40 kg alumínium italos doboz gyűjtöttek a Szerencsi Rákóczi Zsigmond általános iskolában.